Még több cég kaphat elektromos autóvásárláshoz támogatást. Az Energiaügyi Minisztérium változtatott a pályázati kiíráson. Eddig azok a vállalkozások pályázhattak, amiket 2021 végéig megalapítottak. Most már azok is igényelhetik az autónként maximum 4 millió forintos támogatást, amik 2022-ben jöttek létre. Eddig csaknem 4000 cégtől érkezett be támogatási igény, összesen több mint 18 milliárd forintra. Egymás mellett sorakoznak a zöldrend számos teherautók, ezeket a posta használja. Az ünnepek előtti hetekben sokat róják majd az utakat, teszik ezt károsanyag kibocsátás nélkül. Nem csak a posta használ egyre több elektromos járművet. A cégek ugyanis állami segítséget is igénybe vehetnek, ha gazdaságosabbá akarják tenni a működésüket. Februárban hirdették meg azt a pályázatot, ami 30 milliárd forintos keretösszeget biztosít erre a célra. A pályázók köre tovább bővülhet, könnyítettek a feltételeken, hogy még több cég éljen a lehetőséggel, vagyis azzal, hogy akár 4 millió forintot is kaphatnak járművenként. A minisztérium most közzétette a legfontosabb változtatásokat. Ezek szerint már a 2022 végéig megalapított cégek is részt vehetnek a kiírásban, és nagy könnyebbséget jelent, hogy a bevételekre vonatkozó feltételeken is könnyítettek. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozások éves bevételének a továbbiakban nem kell meghaladnia a pályázattal elszámolható költséget. A minisztérium közleményében kiemelik, azok is újra beadhatják pályázataikat, akik a korábbi támogatási kérelmüket valamilyen okból visszavonták. Eddig közel 4000 cégtől érkezett be támogatási igény, összesen több mint 18 milliárd forintra. A februárban indult pályázaton tisztán elektromos személygépkocsi, kis teherautó és kisbusz beszerzéséhez igényelhető támogatás. Mindenképpen milliós tételről beszélhetünk éves szinten. A pályázattal elérhető megtakarítást szemléltette így a Jövő Mobilitása Szövetség elnöke. Kárpáti András szerint azért jó lehetőség ez a pályázat, mert nem csak támogatás jár az új autókra, hanem az üzemeltetésen is spórolhatnak, főleg akkor, ha a cégek maguk állítják elő a zöld energiát, amivel töltik az elektromos autókat. Van olyan cég a közvetlen partneri körünkben, akik Budapesten, Pest megyében, Fehérváron, illetve Fejér megyében használják ezeket az autókat. Itt egy kb. 30-40 fős vállalkozásról van szó, akik akár 5 autóra is pályázhattak. Én azt gondolom, hogy ők azokkal a kisméretű, viszont nagy kapacitású városi autókkal tökéletesen megvalósítják azt, hogy hogyan lehet napi szinten megtakarításokat elérni a mindennapos közlekedésünkben. A pályázat most még csak vállalkozásoknak érhető el, de Kárpáti András szerint nagy előrelépés lenne, ha ez a lehetőség magánszemélyek előtt is megnyílna. Konkrétum még nincs erről, de a Jövő Mobilitása Szövetség több szakmai és állami szervezettel egyeztetett már erről.